Sziasztok, Zsíros Deszka vagyok, és eme videó csak egy e, szimpla kis történet lesz, hogy milyen csúnyán beégett ez a zsíros gyerek. Mert ilyen is van, ilyen is előfordul az életben, hogy az ember beég, de nagyon durcásba. Na mondom, hogy miről szól, a napokban történt egyébként, nem ma. A piacon voltunk ugye zöldségeket árulni, és általában mikor befejezzük, megyünk haza, elmegyek a kocsiért, ami a piactól kb. nem tudom, pár száz méterre van, útközben van egy kávézó, és általában szoktam venni kávét, és hazafelé a kocsiba, ugye vezetés közben megiszogatjuk a feleségemmel. Nos, megyek, sétálgatok, kávézó előttem, megyek be, és ah, mondom, itt van az egyik ismerősem. Egy, egy elég jó ismerősről van szó, egy lány, vagyis hát velem egy idős, lány, hölgy, csaj. Egy csajról van szó. És az utcáról, ahogy jövök, a... egyébként be kell fordulni, mindegy. Tehát így van a, így van a pult a kávézóban. Innen lehet rendelni, a, tehát itt áll a, a dolgozó hölgyike, és itt állnak, sorakoznak fel az emberek. És ahogy a sorban állnak, még egyelőre így erre fele aztán ugye befordulnak a rendelésnél. És ez a, ez a lány ismerősöm, ez egy pont még hát egy ember volt előtte, egy hát talált nekem. Mondom, akkor pont én is ugye kávét venni megyek úgy, hogy megviccelem. Nem, nem volt egy nagy, nagyon nagy vicc, csak így gondoltam, hogy hátulról ugye belopakodok mögé, megkopogtatom a vállát, ugye ezen az oldalon, és erről az oldalról figyelek, mint hogyha mi sem történt volna. Ott vannak ilyen sütik, meg stb. is. Úgy, úgy nézegetem. Így is történt. Lopakodik a zsíros gyerek. Megkopogtatom a vállát, és nézegetem a sütiket. Erre nem jön reakció. Mondom, mi? Ez, ez, ez mondom, de te velem. Ezt nézek, és, és gondolom, hogy egyszer rám nézett, aztán visszafordult. Mondom, mit játsz itt az agyát, vagy mondom, mi van vele. Mondom, még egyszer. Tint -tint. És akkor megint. Felnézek, akkor már nem is erre nézett. Gondolom, hogy egyszer így, így erre nézett, aztán nem talált, aztán visszanézett rám, és utána megint előre nézett, tehát én hátam mögött vagyok nagyjából így, így ilyen felállásba. És a következő alkalomra így fölnézek, és így néz rám. És nem az ismerősöm volt. <laughs> és ideges volt. <laughs> az a tipikus, az a, az a, az a nem veszi a poént. Hogy, ó, oj, oj, de kényelmet. Most, most is, hogy belegondoltam, hogy most is kényelmetlenül érzem magam. És ilyen mérges fejjel nézem, és mondom, oh, és elkezdtem kimagyarázni a dolgot, ó, oh, mondom, azt hittem, hogy egy ismerősem, és csak, ja, csak vízből csináltam. Nem tudom, gondolom azt, azt gondolhatta, hogy fel akarom szedni, vagy valami ilyesmi, eszem ágában nem volt. De a kiköpött más a hátulról, előről már nem, az arca teljesen más volt. Kivel fordult már ez elő? <laughs> és még az a jobbik koriáció lett volna, hogyha egy poénos csaj, és... Ja, azt hozzáteszem, hogy nem, nem japán uh, csajról van szó, hanem az ismerősöm az eredetileg orosz származású, és szerintem... Felszett, hogy szerintem amerikai volt ez, a, a akivel eljátszottam ezt a utólagosan rossz point, mert ez így nagyon rossz volt. Tehát, hogyha vágott volna egy mosoly, legalább miután elmondom neki. Tehát ez, ez nekem annyira nem tetszett, hogy elmondom neki, hogy ó, oh, hogy ne haragudj, azt hittem, hogy egy ismerősem, és csak ja, meg akartam tréfálni. És nem szól egy szót se. Mondom, ilyen persze angolul mondtam neki. Aztán uh, utána valamit kiköpött azért, hogy it's okay. Mondom, ne fenyítsé Géza, rád verek egyet. Tehát igen, ez, ez szerintem ez, ez úgy, a, úgy két emberen múlik, tehát 80% szerintem úgy kezelte volna, hogy ó, oh, velem is előfordult már, ne is, ne is foglalkozz vele, minden oké. Okay. És akkor úgy mind a ketten megnyugszunk, és annyi volt a móka, de ez a... Egy ilyen szigorú, ilyen, ilyen kinyíllak tekintette, betorzult fejjel az a. Na jó, itt a, itt a kérdés ugye az, hogy e, miért éreztem magam annyira kényelmetlenül, mert e, ja, csak valaki ezt hozzányúlni, akit nem ismer az ember, ugye? Tehát e, én nem tudom, ezt tudja, hogy nem fogom eljátszani az életembe többször soha, ha meg vagyok róla győződve, hogy ez tényleg az ismerősem se. Tehát ez, ez, ez rakott egy ilyen pontot így a lelkembe, hogy, hogy ezt, ezt, nem szabad eljátszani. Ha meg vagyok róla győződve, sem. Ez valami nagyon kényelmetlen volt. És ja, még utána is így a, így a sorba kirendeltem, utána, ahol várjuk a kávét, hogy kiadják, ott is mondtam neki, hogy tényleg ne haragudjál, tényleg azt hittem, hogy a it's okay. Megint jött ez a it's okay. Lefejelem. De úgy még, ja, kicsit enyhült addigra az arc kifejezése, de még mindig úgy nem tetszett neki a szituáció, hogy én, én mit izélek, mit izéskedek ott. Jobbra, balra. Ja, nem tudom. Igen, én tehát azt, azt az, azt az oldalát belátom, hogy egy ismeretlen emberhez hozzáérni, az nem igazán, az nem. Hogy én hogy reagálnám le az ilyen figura jó pofiságot, én röhögnék rajta. Tehát nekem csak annyi, nekem nincs beszorulva a bors szem a fenekembe, vagy hogy mondják ezt. Tehát, na jó, megint csak ugye, attól is függ az embernek milyen. Lehet, hogy egy nagyon-nagyon szar napja volt, és vagy éppen valaki jó felidegesítette, és mit tudom én, tehát különböző okok lehetnek ez az, én, ez az én hibám volt, beismerem, szánom, bánom, és, visz, hogy felvettem a kávét vissza, melyek, melyek, elmeséltem a feleségemnek, mondom, ezt képzel, mi történik a kávézóba, azt hittem, hogy az ismerős az hátulról megkopogtatom, nézek le minden, és teljesen másik arc néz rám, mondja, hogy hülye vagy. Ennyire, ennyire röhögött, és azt mondta, hogy te hülye vagy. De mindegy. De aztán jól beszélgettünk egy picit tovább, és ja, mondta, hogy vele is volt már ilyen hasonló, nem pont ugyanez a szituáció, de előfordul ez, hogy ráköszön valakire hátulról, hogy gizike! Hátra néz, és teljesen másik ember. Az még úgy jobban belefér, de az, hogy ilyen hozzáérni valakihez, de. Gondoltam, hogy én leszek a mókás, figuratív csillagszóró. Nem jött össze. Ez az igazság. Nagyjából ennyi lenne a történet, nem tudom, írjátok le, hogy veletek is volt már ilyen szituáció, fordult-e már elő, vagy sem. Aztán arra is kíváncsi lennék, hogy ki mit reagálna erre, erre még inkább kíváncsi lennék, hogy ilyen szituációban, hogy egyik az, hogy volt-e már ilyen szituációtok, melyik oldalról, hogy ti játszottátok el, vagy veletek játszották el, és ti hogy reagáltátok le, vagy éppen az az emberke, akivel eljátszottátok, hogy reagálta le, és hogy szerintetek, hogy mekkora szemétláda vagyok, vagy ez még úgy belefér poénnak, de ja, az, hogy hozzáérni valakihez. Úgyhogy az ismerősem lett volna, úgy teljesen belefér, mert olyan viszonyban vagyunk, viszont így, hogy vadidegen, így nagyon... Nagyon-nagyon picikének éreztem magam ott abban a pillanatban. Az, a, az az, el akarsz süllyedni, el akarsz tűnni a sűjesztőbe érzés, hogyha vágjátok, hogy miről van szó. Ez volt a történet, köszönöm, remélem, hogy egy lájkot megért, és kommenteljetek. Sziasztok!